nekünk látnunk kell a hit szemeivel azt, amit Isten megadhat nekünk. A tapasztalataink azt mutatják, hogy Isten megőrzött bennünket, megáldott bennünket, és a jövőben is, hogyha mi hűségesek leszünk hozzá, ő biztos, hogy hű marad az ő népéhez, meg tud segíteni, meg tud áldani, és meg tud védeni bennünket. De nem csak azt kell látnunk, ami kézzel fogható, ami tapintható, és nem csak a mát kell látnunk, hanem látnunk kell azt, amit úgymond a hit láttat velünk, hogy egy kis kezdetből lehet egy nagyon szép és nagy dolog. Látnunk kell azt, hogy egy botladozó gyermek indulásából lehet világbajnok, olimpiai bajnok, futó, ugró, és sorolhatnánk még tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy a lelki embernek van lelki látása. És ha ezt az iskolát tekintjük, akkor itt ez valóság. Ezelőtt néhány évvel csak azon gondolkodtunk, hogy érdemes egy tetőt. És utána Isten másképp vezetett bennünket. Azt a látást kaptuk, ami a külvilágnak furcsa volt, hogy ilyen helyzetben, ilyen körülmények között, ezer meg ezer negatívunk között mégis építeni, újat csinálni, nagyobbat, több osztálytermet, tornatermet. És Isten megadta nekünk azt, hogy az álmaink valóra váljanak. Ugye a magyar kormánynak a hathatós támogatása az, ami lehetővé tette. De hiába van pénz, ha nincs terv, nincs látás. És itt ez most mind összejött. Volt terv, volt látás, és Isten rendelt hozzá pénzt. Akik a pénzt adták, azoknak is köszönet és hála, mert tehették volna másfele is. Úgy látjuk, jó helyre tették, lett egy szép iskolánk, egy szép udvarral, osztálytermek, kollégium, tornaterem, ahol hisszük azt, hogy egészséges neveléssel, tanítással egészséges nemzet épül, nőül fel. Én hiszem azt, hogy ez a munka nem hiába való, mert semmilyen munka nem hiába való, amit hittel, Istenben vetett hittel tesz az ember. Ez most az Istenben vetett hit és látás gyümölcse a Nagy-Dobronyi Református Gimnázium.